5. Az egyensúly törvénye A ciklikusan ismétlődő örök változás törvénye ez. Dinamikus egyensúlyról van szó, ami soha nem mehet át statikus egyensúlyba. Jelen van a nappal és az éjszaka változásaiban, az ébrellét és álom, a nyár és a tél, az élet és a halál, majd újra élet szüntelen körforgásában lüktetésében. Ez a hullámzás minden szférában megfigyelhető, hiszen magának a hullámnak a természetéből adódik. Felismerhető ez a törvény az emberek közötti kapcsolatokban is? Hogyne! Az emberi kapcsolatokban az egyensúly törvénye úgy nyilvánul meg, hogy az ellentétes tulajdonságok vonzák, a hasonlók pedig taszítják egymást. Hát ez pontosan a megfelelés törvényének az ellentéte, hiszen eddig azt mondtad, hogy a hasonló a hasonlót vonza. Hogy lehet ezt a két törvényt egyeztetni, amikor az egyiknek ki kellene zárnia a másikat, most végre megfogtalak, gondolta magamban diadalmasan. Mert hát milyen is a kritikus, minden áron hibát kereső elme. Még ha minden talál is örömmel kapaszkodik bele valami kis apróságba, és az csak is abból a szemszögből hajlandó nézni, ami biztosítja, hogy neki legyen igaza. Ha a törvénynek ezt az aspektusát meg szeretnéd érteni, abból kell kiindulnod, hogy a lélek fejlődése során különböző tulajdonságokat igyekszik kifejleszteni. Ha az ember bizonyos tulajdonságokat kívánatosnak tart, akkor gondolatai és érzései révén igyekszik ezeket magához vonzani. Ha valakiben olyan tulajdonságokat vész felfedezni, amikről ösztönösen érzed, hogy belőled hiányoznak, szeretnéd ezeket magadban is kifejleszteni. Gondoltál már arra, miért vonzódnak a férfiak a nőkhez és a nők a férfiakhoz? Hiszen mindannyiunkban jelen vannak mind a férfias, akarat, erő, logika és keménység, mind a nőies, kreativitás, elfogadás, intuíció és anyai érzés tulajdonságok. Ha belső egyensúlyt és magasabb tudatszintet szeretnél elérni, ki kell fejlesztened magadban a másik nemre jellemző tulajdonságokat is, Persze úgy, hogy közben a sajátjaidat megőrzöd. Ha sikerül, és előbb-utóbb sikerül, akkor képes leszel mindig az adott helyzetben megfelelő tulajdonságokkal fordulni testvéreidhez. Hiszen lehet, hogy annak, aki éppen most veszítette el kedvesét, nem a halál utáni életről szóló logikai érvekre van szüksége, hanem egyszerűen csak együttérzésre és valakire, akit átölelhet. Szóval az ember magához vonza azokat a tulajdonságokat, amiket adott fejlődési szinten pozitívnak tart? Igen. Csak hogy ezekről a tulajdonságokról a használat során derül ki, hogy valóban pozitívak-e. A karmikus következmények előbb-utóbb nyilvánvalóvá teszik számunkra, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik valóban jók, és melyek azok, amiktől jó lenne minél hamarabb megszabadulni. Mivel az univerzum a belső érzés- és gondolatvilág kivetítése, az emberek vagy csoportok közvetlen környezete elég világosan mutatja az egyén vagy a csoport lelki fejlődési szintjét. Ez gyakran a külső környezetet alkotó tárgyakon is lemérhető, de leginkább azokban az emberekben tükröződik, akikkel nap mint nap találkozol. Ez megint csak furcsa hangzik. Az én gondolat és érzésvilágom más emberekben tükröződik? Azt akarod ezzel mondani, hogy valahányszor egy emberrel találkozom, az olyan, mint a tükörbe néznék? Hiszen én olyan vagyok, amilyen vagyok. Az emberek viszont, akikkel találkozom, mind másak. Nem látok semmi hasonlóságot. Igen, mindannyian mások vagyunk, Mindannyian egész sor már kifejlesztett tulajdonsággal rendelkezünk, és ezeknek megfelelően különböző emberekhez különböző módon fordulunk. Van, aki a legnyájasabb mosolyát mutatja a főnökei felé, de magából kikelve üvölt a beosztottjaira. Amikor egy emberrel találkozol, gondolj arra, hogy ő olyan oldalával fordul feléd, ami a te egyik tulajdonságodat tükrözi. Saját pozitív és negatív vonásaidat legkönnyebben másokban fedezheted fel. Lehet, hogy van benne valami, de onnan tudjam, hogy egy bizonyos, mondjuk negatív tulajdonság bennem is jelen van, ha azt a másik emberben észreveszem. Onnan, hogy idegesít, rettenetesen idegesít. Ebben az esetben érdemes elgondolkodnod azon, hogy ez a tulajdonság, amivel a társad az idegeidre megy, milyen módon van jelen benned. Emlékezz csak a közmondásra, másnak a szemében észreveszed a szákát, de a magadéban nem látod meg a gerendát. Ez az a nyilvánvaló eset, amikor a hasonló a hasonlót taszítja. Ha már sikerült megszabadulnod egy ilyen negatív tulajdonságtól, azt fogod tapasztalni, hogy megértő szelítséggel nézed el másoknak azt, ami azelőtt reménytelenül idegesítőnek tűnt. Az egyensúly törvényének van azonban egy másik aspektusa is. Amennyiben azt egy teljes emberi élet szemszögéből vizsgáljuk, megfigyelhetjük, hogy minden szenvedést, fájdalmat és próbatételt pozitív, boldogabb periódusok követnek. Természetesen ennek az ellenkezője is igaz. Minden kiegyensúlyozott, nyugodt és viszonylag kényelmes időszak után olyan idők következnek, amik újabb lehetőséget, kihívásokat és próbatételeket jelentenek. Röviden ennyit tehát a szeretet törvényéről, ami végső soron ahhoz segít hozzá, hogy a rendelkezésünkre álló erőt egymás iránti szeretettel és felelősséggel használjuk. Maga a szeretet, a központi forrásból sugárzó fény azonban továbbra is misztikus, és az emberi intellektus számára egyelőre megközelíthetetlen jelenség marad. A szeretet valójában élmény, ami a szívünkben és nem az agyunkban jelentkezik. Ezért idősebb testvéreink, amikor bennünket tanítani igyekeznek, egyenesen a szívünkhöz fordulnak tanításaikkal. Meg tudod-e határozni, hogy mi a szeretet? Amikor mi szeretetre gondolunk, azonnal kiáramlást érzünk irántad, és minden élet iránt szeretni annyi, mint adni. Amikor szeretsz, kiáramlik belőled valami, hogy segíthess és szolgálj. De ugyanúgy, ahogy nem lélegezhetsz ki anélkül, hogy belélegeznél, nem adhat szeretetet sem, ha nem fogadsz be szeretetet. A szeretet kilégzés és belégzés, szíved mélyén égő láng, melegség, bizonyosság, belső tudás. Amikor szeretet nélkül cselekszel, beszélsz vagy gondolkodsz, boldogtalan vagy, mert hiányzik belőled a harmónia. Ezt földi elméd nem hajlandó elismerni. A végletekig megy önmaga igazolásában, de ott mélyen, a lelked mélyen tudod, hogy hiányzik a harmónia, amikor nem érzel szeretetet. A szeretet Isten, és Isten megnyilvánul a szívedben. És ha nincs szeretet, saját árnyékodat kergeted, nem érted meg Isten szándékát, és Isten rejtéi marad előtted. White Eagle, 1987 A szerző fordítása